Magyarország. Vadász Zsolt vagyok, és továbbra is Ponferrád a templomos vára elől jelentkezem be. A bejelentkezésük apropója az az, hogy hajdanában, tanában még a nyári lezárások is, a spanyol úgy mondják, hogy confinamento, az karanténozás környékén volt egy úgynevezett tanfolyam. Ennek voltak olyan folyamodványai, hogy mi csapdákat állítottunk, beszélgettünk, ezotérikus dolgokat végeztünk, gyógymasszást, energiaáramoltatást végeztünk, hallgattunk egy kis sámánzenét a velem szemben ülő, illetve Magyarországon. Melyik vállalat is vagy te, Frigyes? Szandavára. Szandavára alatti területről, és ez az önfenntartó preppereknek elnevezhető csoport egy tanfolyamot próbált meg fölkészülni arra az időszakra, amikor túlélnünk kell. Még mindig hozzáteszem minden esetben, hogy én nem prepper vagyok. Én utazó vagyok, aki épp úgy szeretné majd túlélni azt a világválságot, amelyikhez rohamléptekkel közeledünk, és mondhatjátok azt, hogy téziseket állítok fel, mindenki állít fel téziseket, nekünk ez a tézisünk, és mi ebben hiszünk. Ezzel átadom a szót Frigyesnek, hogy beszéljen már arról, hogy mi is volt ennek a prepper tanfolyamnak a lényege, mi volt a motivációja, és hogy tudnánk ezt továbbvinni ebben a kurta furcsa, most online-nak nevezhető világban. Hát köszönöm a kérdésed. Ugye ez most egy nagyon érdekes fogalom, és ahogy elterjedt az internet, így terjednek ezek a fogalmak. Régen Magyarországon gyakorlatilag a hagyományos paraszti gazdálkodás az prepperkedésnek lehetett tekinteni. Tehát az egy öngondoskodó, önfenntartó, hogy mindig volt otthon valami kis gyógyszer, alapvető sérüléseket, sebeket el tudtak látni, és nem szaladtak mindig rögtön a rendszerhez. Hogyha elment az áram, akkor elővették a gyertyát, vagy a petróleum lámpát, ne adj Isten az olajlámpát, amikhez ők készítették az olajat, vagy azt a gyertyát, amit ők öntöttek. Ott lógtak a kolbászok, tehát nem kaptak sírógörcsöt, hogyha jött egy 3 vagy 4 napos ünnep, nem rohanták meg a boltokat, mert közel 1 éves tartaléka volt. Még azt mondom, a 80-as években is egy hagyományos magyar paraszti családnak. Ma ezt már prepperkedésnek hívjuk, ez egy elég érdekes dolog. Gyakorlatilag arról van szó, hogy váratlan események nem érnek felkészületlenül, és nem kapunk tőle görcsöt. Például volt egy pár évvel ezelőtt, hogy az M7-esen ott hirtelen leszakadt a hó, és ott rendesen sokkot kaptak az emberek. Nekem volt olyan tőlem idősebb barátom, aki beült a kis Suzuki-ába, semmi terephajtás, semmi extra, és ebbe az időbe tudott közlekedni, tudta menteni az embereket, vitte nekik a teát, a szendvicseket, és tartotta bennük a lelket. Tehát igazából ez a prepperkedés egyfajta szemlélet. Most előtérbe került, nagyon érdekes, mert Magyarországon körülbelül olyan 2500 ember van, aki egy kicsit így a túrázás, természetben való túlélés, hogy el tudunk tölteni több napot alapfelszereléssel, prepperkedés témakörben egy kicsit jártasabb, vagy foglalkozik vele. Ebből 600 fő volt az én csoportomban ez év elején. Én úgy mondom, hogy veteránok, tehát akik évek óta foglalkoznak a témával, bizonyos téren van, aki szakértő, van, aki a gombákhoz ért jobban, van, aki a rádiózáshoz ért jobban, van, aki az utazáshoz ért jobban, és hirtelen, ahogy beütött ez a pandémia, lettünk 2000-en. És boldog-boldogtalan jön és megkeres minket kétségbe, hogy úristen, mi lesz, meg hogy lesz. Én azt mondom, hogy semmi probléma nem lesz. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy időnként a világban történnek események. A Kárpát-medencében borzasztó jó helyen vagyunk, itt nincsenek földrengések, cunamik, vagy még eddig nem voltak. A háború is régóta elkerül minket, úgyhogy itt nincs is ilyen hangsúly. A szlovákoknál például ott abszolút ez le van ülve, ez a dolog most indult el, ez a kezdeményezés, ez a prepperkedés. Úgyhogy érdekes a világ, most nagyot változott. Én úgy gondolom, hogy nekünk veteránoknak az a dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet, terjesztjük az ismereteket, alapvetően, hogy nem kell kétségbe esni, mi az a pár dolog, ami legyen egy gépkocsiba, hogyha bármilyen probléma ér minket, akár egy hófúvás, vagy valami közlekedési baleset, tehát minimum legyen benne egy kis víz a kocsiba, stb. Vagy oda-haza a lakásunkba, akár panellakásba. Úgyhogy
erre most ez a pandémia, ez a figyelemfelkeltés nagyon jó, az emberek azt hiszem, hogy meg is találták ebben magukat, és nagyon érdekes, hogy én büszke vagyok a magyar lakosságra, hogy nagyon jól reagálta le, itt nem volt hiszti, nem volt probléma, nem rohanták meg a boltokat, hanem szépen csendben mindenki tette a dolgát. Amikor még nem zárták be az iskolákat, már a szülők fele kivette a gyereket, amikor szépen elkezdték feltölteni otthon a készleteket, így a boltok folyamatosan tudtak készletet tölteni, elmenték, megvették a maszkot, a kesztyűt, a fertőtlenítőszereket, tehát nem alakult ki hirtelen hiány. Természetesen volt a lakosságnak egy szűk része, aki sokáig aludt, és ők utána dühösen, meg csalódottan érték meg ezt az egészet, hogy nekik nem jutott WC-papír, meg kézfertőtlenítő. Hát annyit tudok mondani, hogy jó reggelt. No. Ennyi. Jó, köszönöm szépen ezt az elsődleges bejelentkezést, és azért, hogy töltsük át a népnek a hangulatát, meg a érdeklődését, akkor azt mondanám, hogy a késő délután folyamán adjunk már egy adrenalin fröccsöt az ember. Azaz szeretnék beszélni arról, hogy az éles helyzetekbe bekövetkező, lásd, ugyebár, mint harci rész, tudod nagyon jó, hogy a gyakorlás és a verekedés között az a különbség, hogy az egyikben van egy nagy adrenalin fröccs, a másikban pedig nincs. Én ezt a tanfolyamnak a jelentőségét abba szeretném kiterjesíteni, hogy akkor, amikor valamit begyakorlunk, és jön egy bizonyos éles helyzet, akár egy menekülési helyzet, egy előre látott, vagy előre betervezett dolog, de mégis már nem a begyakorlás, hanem jön egy kritikus vírushelyzet, jön egy fegyveres affér, jön egy megpróbált tablás, hogy ezt hogyan tudjuk belekonfigurálni, úgymond, abba az online tanfolyamvezetésbe, amit te, mint ugyebár, mint hajdani tanító, úgy elő tudtál adni a tanítványaidnak. Ez lenne az egyik procedúrája, vagy az egyik momentuma a következő bejelentkezésünknek. A másik szeretném, hogyha kicsit sztoriznál is, ugyebár, az igazi ősközösségek, az igazi régi közösségek, tehát a tuvabeli kalandjaidról, és akkor én befejezésnek még majd hozzátenném azt a lehetőséget, hogy mi az, ami a nyugati társadalmakban a perifériára kivonult embereknek a lehetősége. Tehát én most gyakorlatilag templomos lovagok között, vagy imitált templomos lovagok között éldegélek, fönn egy hegy tetején, Maharin elnevezésű kihalt faluban, és egy 75 éves őt önmagát igazi szívből lovagnak nevező Don Tomasnak segítek be, őt patronálom. Téli tüzelő felvágásával, az albergó fenntartásával, a régi képzési központnak a kicsit rekonstrukciójával, újraépítetésével. És akkor jelentkezünk a továbbiakban is. Természetesen vágóképekként be fogom majd mutatni mindenkinek azt a nyári tanfolyamot, amin részt vehettem, és örömmel mondom azt, hogy legyen tovább, hogyha más nem, akkor legalább valamilyen online formában tudjunk valamit megvalósítani. Jó. Végezetül hagyd mondjak már egyetlen mondatot, miközben mondtad, nagyon eszembe jutott, hogy miért is van erre szükség. Az emberek azt mondják, hogy én ezt tudom. Jó lesz a délutáni téma, azt mondják, ó, van nekem egy gáztisztolyom, mindig van nálam kés, meg nem is tudom. Nem működik. Ha nem gyakorolsz, semmi nem működik. De ugyanígy egy kerékcsere sem működik, semmi nem működik. Nagyon jó példa erre, a nyár folyamán kijöttek gyakorlott prepperek, és mondtam, hogy gyerekek, akkor most egy nagyon egyszerű feladattal kezdjük, mindenki készítse el az ebédjét. De ugyanígy engem meghívtak egy felvidéki prepper tanfolyamra, ahova másfél óra késéssel érkeztem, és ugyanez volt a feladat. Még kihúztam az árokból egy autót, majd utána megfőztem a kávémat, mert nagyon hiányzott, majd utána elkészítettem az ebédemet, megebédeltem, és utána elmentem megnézni, hogy mi szerencsétlenkednek a többiek. Mindenki tud tüzet rakni. És mindenki rakott tüzet, meg inkább csinált füstöt, tehát úgy mondom, csak nem olyat, amin egy tál ételt meg tud. Betette a kis bögréjét, vagy a csajkáját a tűzbe, aztán nem tudta kivenni, mert akkora tüzet rakott, és sorolhatnám. Tehát az ember azt gondolja, hogy ó, hát én tudok tüzet rakni, hát én tudok vizet tisztítani, én meg tudom védeni magam, én meg tudok húzni egy elsütő billentyűt egy revolveren, nem fogod tudni. Nem fogod tudni, hogyha nem gyakorolsz. Köszönöm. Jó? Ezt akartam gyakorlatilag beletenni. Én köszönöm szépen, és akkor délután találkozunk, ha más nem, akkor ebben az online formátumban. Oké, rendben. Akkor tisztelettel megkérdezném a házigazdánkat, hogy milyen jelentéstartalmat takar ez a prepperkedés.
Hát ugye ez egy idegen szó, én nem nagyon szeretem az idegen szavakat, hiszen magyarok vagyunk, mindenre van. Én azt mondom, hogy számunkra ez a felkészülés, vagy felkészült embert jelenti a prepper. Egy ember, aki felkészült különböző helyzetekre, váratlan helyzetekre, és azokat meg tudja oldani. Nem szabad rögtön hívni a 112-t, vagy a különböző segélyszolgálatokat, vagy szakembereket, mesterembereket. Nagyon sok mindent maga meg tud oldani. Röviden ennyi. Kezdő snit bejátszásához, mert hát egy jó néhány óra, látjátok, én is a Trabantomba szálltam vissza, és ezt a speciális bőrsipkát húztam fel, és nem az íze kedvéért, hanem azért, mert különben az online közvetítésbe besipolnék önmagam részére, és visszhangossá válnék. Nos, amiről szeretnék beszélni, az annyi, hogy az elköszönés és a mostani bejelentkezésünk között egy néhány óra telt el, miközben én majdhogy nem megéltem azt az incidenst, és ezt csak így tudom nevezni, amiről reggel Frigyessel beszélgettünk. Tehát az éles helyzet és a szituációs játékok, a begyakorolt dolgoknak a különbözősége, az valahol ott a lélekben, a testi mi volt ott mögött következik be. Mi történt? Annyi történt csak, hogy átéltem egy piaci lopást, félig meddig marketolást. Egy idős spanyol házaspárt marketolt le egy sötétbőrű fiatalember, eltulajdonítva a nénének a pénztárcáját, elszadva vele. Az eset úgymond pozitívan zárult, mert a Police Nacional képben volt, helyszínen voltak, stb. Visszahozták a fiatalembert, meg volt egy kis sírásrívás, de nem erről akarok veletek beszélni. Hanem arról, hogy amikor egy ilyen incidens létrejön, akkor az emberek nem csak hogy összegyűlnek, hanem valami van a levegőben. És erről vallatnám Frigyest, hogy erről mi a mentális meglátása. Hát először is próbáltam kitalálni, hogy mi is itt a gondolatmenet, meg az életemben, hogy milyen helyzetek voltak. Én úgy gondolom, és állandóan mindenkinek mondom, hogy képeznie kell magát. Ez volt, amikor harcművészeteket tanítottam, volt, amikor lövészetet tanítottam, amikor túlélést, és mindig ennek a hasznosságára hívtam fel a figyelmet. Ugyanakkor van egy barátom, aki azt mondja, hogy szamurájnak születni kell, és azt hiszem, hogy mind a kettő igaz. Nagyon sokszor láttam azt a helyzetet, hogy egy edzésvezető, aki egy remek sportember volt, egy adott stressz helyzetben nem tudta kezelni a helyzetet. Vagy még a 80-as évek végén elsők között volt vagyonvédelmi cégünk, és hát főleg sportolók vagy harcművészek töltötték fel a sorokat, és olyan emberek, akik edzéseken meg versenyeken mindig győztesek voltak, azok ott alul maradtak, és teljesen más képpen viselkedtek egy éles szituációban. Hát nagyon érdekes, ugye reggel is említettük ezt a M7-esen történt, hogy egy balesetnél. Ugye tűzoltó is voltam, ott is nagyon sokszor megtörtént, hogy odaértem egy balesethez, vagy azóta is, hogyha az életemben úgy fordult, hogy odaérek egy balesethez, elsők között akkor az tudok segítséget nyújtani, ha más nem, akkor forgalmat irányítani, vagy biztosítani a helyszínt. És azt látom, hogy az emberek ilyenkor szinte sokkot kapnak. Tehát hiába gyakorlat, hiába valaki gyakorolt mondjuk egy túlélő technikát, vagy egy újraélesztést, egy első segélynyújtást, önvédelmet, adott helyzetben nem biztos, hogy működni fog. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha megtörténik velünk. Én nem mondom senkinek, hogy próbálja ki magát, mert nehéz kipróbálni magad. Az élet majd megpróbál. Úgyhogy nekem egy kicsit ilyen vegyes a véleményem erről. Tehát nagyon jó a képzettség, és minél profibb valaki, minél több területen képzi magát, annál több lehetősége lesz, de hogy aztán ez működni fog-e, ezt csak jó Isten tudja. Hát ez zárszóként ezt azt tudnék hozzáfűzni, hogy én magam is a jegyzeteim közé fölírtam, és kiegyzeteltem az ejtőernyőzést. Tehát az a magasfokú adrenalin fröccs, amit egy repülőgéből való kiugráskor ugyebár átélünk, az egy éles harci helyzetnek megfelelő adrenalin fröccs. És volt nekem hajdanában egy ezredes, aki pusztán csak azért járt el ugrani, mert egyébként tüzérként semmi köze nem volt a katonaság ezen módjához, mert azt mondta, és ez egy nagyon jó mondat a részéről, hogy a katonát béke időben csak ilyen módszerekkel lehet kipróbálni, próbára tenni. Ameddig nincs tűzpróba, addig nem lehet tőlük elvárni azt, hogy megállják ott a helyüket. És ilyen előképzési próbákkal, tehát ilyen nehezített feladatokkal próbálták ezt átvinni.
Nos, még nézzük egy... Nagyon jó a téma, egy pillanatra maradjunk itt, hogy az adrenalin fröccsről jut eszembe, hogy integet a lányom neked, illetve a nézőknek, hogy talán az abban ad egy kis előnyt a képzettség, hogy az emberek, van egy olyan mondás a prepperek körében, hogy az emberek nem hiszik el, hogy velük megtörténhet valami, addig, amíg meg nem történhet. És ez tényleg így van. Nagyon sokszor az emberek próbálnak egy konfliktust például szóval kezelni, aztán egyszer csak azt teszik észre, hogy leütötték őket. Pedig lehet, hogy a támadójuk nem is volt fizikailag annyira fölényben, vagy részeg volt, de más helyzetekben is. Tehát, hogyha az ember képzi magát bármilyen területen, akkor legalább ott van, hogy ő tudja, hogy ez megtörténhet. Az embereknek a legtöbb ilyen sokkos állapotot, illetve az esetlenséget, a lebénulást az okozza, hogy egyszerűen nem el sem tudja képzelni, hogy ez vele megtörténhet egy adott helyzet. Úgyhogy szerintem inkább jobb elgondolkodni, eljátszani a gondolattal. Azt is szoktam mondani, hogy nem azért kötjük be a biztonsági övet, hogy ne büntessenek meg, hanem azért, mert megtörténhet. Valami megtörténhet. Jó, és ezért gyakorlunk. Lányom közben szétszedi a fiókot. Na, csak ennyit akartam hozzáfűzni, bocsáss már, nem mondtam el. Semmi probléma. Hát én a következő bejátszásokban majd már eltérnék ezektől az erőszakos dolgokról, egy kis természettel, egy kis természetközeli léttel feloldanám ezt a feszültséget. És ugyebár a tanfolyamon, illetve az előzetes prepper találkozókon is, ugyebár megélhetési formákat láthattunk nálatok. Tehát nem csak a kecskékkel ismerkedhettünk meg a szárnyas állatokkal, meg az azok esetleges feldolgozásával, hanem például a vadon élő állatok, akik a tiszapolulatokat ugyebár próbálták megtizedelni, megdésmálni. Lásd például rókacsapda, illetve hát a vadak befoglásához is, mint élelmiszerkészlet feltöltéséhez. Hogy ezekkel kapcsolatosan egy olyan ámblokk, átfogó dolgot, hogy mit érzel különbségnek a, mondom úgy, hogy az előéletedből származó tuva és az ott töltött hónapok, illetve a magyarországi viszonyok között? Hát igen. Nagyon-nagyon jó a kérdés. Az egyik érdekesség, és főleg mióta visszajöttem, azóta érzem ezt, hogy Európában, Magyarországon is nagyon-nagyon szigorú szabályrendszerben vagyunk. Mindent szabályozunk, mindent megpróbálunk szabályozni és bekorlátozni. Nyilvánvaló, hogy ez nem egyik napról a másikra alakult ki, és ez szükséges, és valamilyen szinten jó. De valószínűleg átestünk egy kicsit a ló túloldalára. Amikor tuvában jártam, akkor az első az volt, hogy mindenhol mentem megkérdezni, hogy mi az, amit megtehetek, meddig mehetek, hol horgászhatok, hol vadászhatok, hogyan csapdázhatok, mik a közlekedési szabályok, és úgy általában. És nagyon sok helyen még a kérdésemet sem értették. Mert nincsenek ember által feltett szabályok, hanem inkább a természet által, vagy nevezzük a teremtőnek, aki hisz benne, teremtő által létező szabályok vannak. És ez egy óriási nagy különbség. Tehát hirtelen szabad lettem. Ugyanakkor a szabályrendszerben élésünk az ad egyfajta biztonságot is. Ez a biztonságot egy pillanat alatt ugye el is illant. Itt, hogyha bármikor problémám van, akkor nagyon sokszor fordulhatok a rendszerhez segítséggel. Például van internet, van telefon. Hoppá. Alapvetően ott például az ország 80%-ában nincs internet és telefon, vagy inkább 90%-ában. Különböző segélyszolgálatokat hívhatok, stb. Ott pedig magadnak kell megoldani ezeket a dolgokat. Ennél fogva az a lakosok 90%-a az tud lovagolni, tud fegyvert kezelni, és tud autót szerelni alapvetően. De még a nők is. Úgyhogy hát ez iszonyatosan nagy különbség. Illetve az, hogy sokkal nagyobb, ott is vigyáznak rád, egyrészt az ott élő emberek, és maga az ős rendszer, a teremtő rendszer, a természet rendszere, az ebben élő emberek azok, akik tudnak neked segítséget nyújtani, vagy tudnak rád vigyázni.
Itt segélyhívó számokat hívsz, mindennek megvan a javító szolgálata, a szerelője, a ezermestere, akihez tudsz fordulni, ott pedig neked kell megoldanod mindent. Úgyhogy viszont ez egy csodálatos szabadságérzés, tehát csodálatos szabadságérzés, úgyhogy nagyon hiányzik. Tehát szeretem Európát, Magyarországot is, magyarnak vallom magam, magyarságomat is szeretem, a népünk különlegességét, történelmét, színességét, de hát az valami csoda. Ugye nem véletlen, hogy ott íródott például az Anasztázia könyvek, hogy például ott élnek az orosz szemetek. Jó, szerintem így első bevezetős epizódként köszönjünk is el majd akkor a lehetséges nézőinktől, meg a becsatlakozóktól. Valamiféle tematikát állítson már majd fel arra, hogyha valóban beindítható ez a szakképzés és prepper képzés, még akár így videós bejelentkezések formájában is, hogy mi legyen az az első téma, amivel szeretnénk kezdeni, amit már most azt mondjuk, hogy a következő részben leforgatunk és elitálunk az érdeklődőknek. Hát ez egy jó kérdés. Annak idején egy barátommal elindítottunk egy prepper sorozatot, leforgattunk 4 vagy 5 epizódot, és aztán nem kerültek levetítésre, csak a felvezető videó, illetve egyetlen egy rész, mert a társadalom nem volt még erre érett. Aztán most a pandémia által belecsöppentünk a mélységébe, és bizony a világban háborúk folynak, és események vannak. Amerikát szétszedik, elég sok probléma van a világban. Kicsit távol vannak tőlünk, de bármikor közel kerülhet. Ezért úgy érzem, hogy nem is tudom, hol kezdjem, mert mint hogyha meg lennénk késve. Tehát valahol ott kellett volna kezdeni, akkor évekkel ezelőtt ezt a videósorozatot. Úgyhogy átgondolom, én úgy gondolom, hogy most ebbe a októberi eseményekbe és a év hátralévő részébe különleges események fognak történni, és talán az erre való felkészülés és ennek a úgynevezett túlélése, tehát olyan szintű átvészelése, hogy egyrészt ne menjen ránk a fizikumunk, a pszichénk, a családunk, az egészségünk, talán erről fogok egy kicsit majd gondolkodni, hogy mi is az, amit így át tudunk adni. És teljesen tökéletes, a végletekig egyetértek. Ezt a filmet elmegyek, megvágom, és napokon belül akkor elítéljük a közönségnek. És hát csak ezt tudom mondani továbbra is, hogy a feliratkozók. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezek a filmek számára értékesek, akkor iratkozzon fel a csatornánkra, mert nekünk ez az egyetlen visszacsatolás lesz arra, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Ez most nem a reklámszöveg, de valóban úgy van, hogy ha nincs bővülés, hogyha nincs érdeklődés, akkor mi csak itt beszélünk a bitek és bájtok tömkelegébe, és az egésznek semmi értelme nincs. Nos, én köszönöm szépen a közreműködést ismét, elmentem filmet vágni, meg összeválogatom az elmúlt nyár szépségeit, mert az október van itt eléggé kemény, tehát esős és taknyos és nyálas és minden, úgyhogy megyek egy kicsit nosztalgiázni, hogy milyen is volt Szandavára alatt a mezőkön, milyen volt meditálni, milyen volt a napsütés, meg milyen volt a világok illata, mert ez itt most Spanyolországban teljes mértékben hiányzik. Keménytelünk lesz. Jó van.